Magyarországon is megjelent az új COVID-variáns, a Flirt. Rusvei Miklós virológus kiemelte a vírus náthát, torokfájást, köhögés, tüsszögés, orfolyást, főleg gyerekek esetében enyhe hőemelkedést okoz. A híradóknak nyilatkozó háziorvos pedig egyre több gyomorpanaszos beteggel is találkozik. Egyes esetekben nagyon makacsa betegség akár egy hétnél is tovább tarthat. Egy hatalmas tüsszentés, és már is a légtérbe került a vírus. Ismét megjelent ugyanis a COVID egyik új variáns, amit a miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősített. A COVID mutánsaként megjelent Flirt vírus, az jár ugyan kellemetlenségekkel, de nem hasonlítható össze az eredeti COVID vírussal, tehát nem életveszélyes. A virológus szerint a COVID Flirt variánsa mellett a pirula változat is terjed. Náthát, torokfájás, köhögés, tüsszögés, rekedtség, orfolyás, legfeljebb enyhe hőemelkedés, főleg gyerekek esetében. Rósvai Miklós a tünetek mellett kiemelte azt is, hogy a légutak nagyobb tehernek vannak kitéve a helyiségek hűtésekor. Sajnos a légkondicionálók azok viszont a vírus mellett dolgoznak, segítik a terjedését, tehát az, hogy hol hűvösbe, hol melegbe vagyunk, ez érzékenyíti sajnos a légutakat, ezért az arra érzékeny személyek esetleg viselhetnek maszkot. Az Egyesült Államokban egy kora nyári járvány hullámtól tartanak, ott azonban főleg egy másik variáns terjed, ami hasmenést, étvágytalanságot, gyomorrontást okoz. A híradónknak nyilatkozó háziorvos is egyre több gyomorpanaszos beteggel találkozott az elmúlt időszakban. Olyan tünetekkel jönnek a betegek, minthogyha egy ételmérgedéses palacaik lennének, ugyanakkor emellé a család egyik tagjának fáj a torka, másik felének nem fáj a torka, gyomorfájás, hasi panaszok, igen erős hasi panaszok, akár arra is lehet gondolni, hogy egy vesekő, epekő, bármi egyéb, tehát nagyon erős, nagyon nyilaló és hasmenéssel járó panaszok. A nyári sportesemények rátehetnek a fertőzés terjedési sebességére, a tömegrendezvények ugyanis a megbetegedések gócpontjai lehetnek. A szennyvízben mért vírus örökítő anyag jelenleg még sehol sem kifejezetten magas, ugyanakkor emelkedés figyelhető meg Békéscsabán, Egerben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécset, Salgótarjánban, Szolnokon, Tatabányán, valamint Budapesten. A szakemberek hangsúlyozták, a most terjedő variánsok ellen védenek a már meglévő oltások, persze csak azok esetében, akik időben beadatták maguknak.